két előrehozott mérkőzésnél, főleg a Debrecen ellen kell kihegyezni a mérkőzést, mert ott sajnos az első mérkőzésen elég simán kikapott a csapat, úgyhogy most vissza lehet adni valamit belőle. Igen, tanulságos egyébként ez a mérkőzés is, amit az első fél időben láttunk, mert nagyon úgy nézett ki, hogy sima meccs lesz belőle, aztán lehet, hogy mégsem. Hát pontosan ez az összehozott gól, ez adta a lehetőséget most, hogy az Eger egy picit jobban vagy kijön a támadásból. Ugyanakkor lehet, hogy pontosan azért lehet inkább gólt is rúgni ellenük, mert ha ők is jobban kitámadnak, akkor nagyobb lehetőség, nagyobb terület marad a mi csapatainknak, csatárainknak. Korábban Pintér Attila korábbi edzősködése idején gyakori kritika volt a csapattal szemben, hogy bár jönnek az eredmények, de nem feltétlenül közönségszórakoztató játékkal. Eddig az őszi, mostani őszi teljesítmény nem ezt támasztja alá, tehát megvan a taktika, és látszik, hogy milyen stílust próbál képviselni a csapat. Igen, mindahogyan látszik, hogy együtt a társaság, és szép gólokat is, szép támadásból is tudnak gólokat rúgni. Úgyhogy ez a közönségnek is látszik, mert azért többen vannak, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, pedig most már hűvösebb is van, de én remélem, hogy ezek a győzelmek, ezek még több nézőt vonzanak a következő tavaszi mérkőzésekre, és ez már szinte biztos bajnokságot jelentene. Említette az 50 éves évfordulót, ami jövő évre esedékes. Egy picit legyen már szíves emlékeztetni minket, hogy milyen volt az 1963-as csapat. Hát az is nagyon beszédes, hogy ide Kuti Nándor volt az edző, és Palotai Károly volt például a csapatkapitány. Hát tulajdonképpen nem nagyon hittük, hogy mi leszünk bajnokok, mert még a Fradinak két mérkőzése volt ahhoz, hogy egy pontot kelljen szerezni. Ahhoz sikerült neki, hogy Szegednél kikapott, Szegeden 2-1-es vereséget. És egy ilyen szerdai nap, amikor mi még egy ilyen barátságos meccsen Sopronban játszottunk, akkor játszott Dorogon a Ferencváros, nekik egy pont kellett ahhoz, hogy meglegyen a bajnokság, és a 83. percben még mindig egy-egy volt, amikor hallottuk a nagy kiabálást, hogy a Dorogó ott rúgott, hát azóta a Szuromit mindig emlegetjük, mert ő rúgta a gólt, és ezzel a Fradi egyszerűen kiesett ebből a lehetőségből, mi pedig belepottyantunk, mint aranyérmesek, és ez egy óriási lehetőség volt a későbbiek folyamán, hiszen a bajnok csapatok sorozatában játszhattunk, és a legjobb négy közé bejutni azért a magyar csapatok közé is most is csak még egy valaki volt benne, ha jól tudom, vagy a Vasas, vagy az Újpest, de mi viszont hát győri játékosként, vagy vidéki játékosként elsőként, és egyelőre sajnos csak utoljára, reméljük, hogy a következő az lesz majd Győr után esetleg akár a Videótól, vagy a Debrecen.